Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A mai beszélgetés egy nagyon érdekes témát fog felölelni, illetve megpróbálok egy kérdésre választani. Mi is ez a kérdés? Van-e nekem szükségem a BSPVM, azaz ilyen elnevezésű ablakkezelőre? Ez azért került elő, mert érdekes mód a magyarácsnál ez az alapértelmezett, az egyik alapértelmezett felület, és úgy az ember elgondolkodott, hogy hát akkor már nézzük meg, teszteljük le, nézzük meg, hogy mi az szösz ez. Igen, ám, de sok ember nem tudja, hogy mi ez, és körbenéz az interneten, látja, hogy ennek, annak bejött, és rögtön nekiugrik. Én azért készítettem ezt a videót, hogy átnézhessd azt, hogy neked ez valóban megfelele, vagy éppen teljesen eszemmentőt lehet lenne erre átállni, és ezt csak te fogod tudni eldönteni. Figyeljünk rá, ez nagyon-nagyon-nagyon más, mint a KDE, Gnome, Cinnamon, Mate, vagy egyéb olyan felület XFCE, -e, amit eddig úgy nézegettetek, és még az openbox is egyszerűbb. Két dolgot szeretnék az elején letisztázni mindenképp. Én nem a magyarácsot fogom bemutatni. Igaz, a konfigurációs fájlokat onnan szedtem ki, és belerakosgattam egy általános Arch rendszerbe. Miért? Hogy a gyors billentyűk működjenek, hogy egyáltalán egy működő felületet kapjak, és ebből induljunk ki, gondoljátok át, még véletlenül se csináljátok azt, hogy van nektek egy akármilyen Linuxotok, feltelepítitek Natur Messelen BSPVM-et, és utána átváltotok arra, és mit látok? Egy üres képernyőt, nem úgy, mint az open boxnál, hogy esetleg a jobb begérgommával valamilyen szinten működik, hanem teljesen üres, teljesen idegen. Azaz mindenképp úgy álljatok neki, hogy egy kis előtanulmányt, esetleg tegyetek föl egy bekonfigurált rendszert, hogy legalább a gyors billentyűk működjenek nálatok, úgy, ahogy ti elvárjátok. Azaz, mindenképp azt javaslom, hogy tesztelni szeretnétek, akkor már ilyesmit, mint a magyar árcs, vagy az Arch linux az BSP VM felülethez készített verzióját próbáljátok ki. Azaz, azért ezt önmagába nulláról felépíteni nem kevés munka, és ezért kell egy kicsit tisztelettel, megbecsüléssel fordulni olyan emberek fele, akik például a magyarácsot elkészítették, hiszen ők bekonfigurálták, előre elkészítették azokat a konfigurációs fájlokat, azokat a dolgokat, amik ennek az indításához kellenek, és nem nulláról épültök fel. Azaz, azért jó lenne, ha már valami normálisabb disztribúcióhoz csatolnátok, és nem magatok próbálnátok a nulláról fölépíteni ezt a gondolatot. A következő, én még véletlenül sem merném azt mondani, hogy a, hogy a BSPVM-et akarom bemutatni. El ne hitt, hogy ez egy teljes gépkönyv, és mindenre ki fogok térni, nem. Csak megmutatom, hogyan működik nagyon-nagyon alapszinten, hogy el tudj indulni, vagy legalább azt a választ meg tud adni, hogy hát te bizony ezt a soha az életbe, de még véletlenül se akarom felragni, mert ez olyan szörnyű, ez kockáknak való, és nagyon-nagyon elvetemülteknek, vagy azt mondott, Hű, szuper, hiszen mindig ilyesmire vágytam, volt egy operációs rendszerem, a Linux, és eddig használtam ABCDFG asztali felületet, a és végre megtaláltam azt, ami nekem megfelel, hiszen ez erre vágytam, erre a billentyűzős, egér nélkülibb dologra vágytam, ami nagyon kicsi energiaforrást kér, és bizony elfut a régebbi gépeken is. Azaz... Nézzük is meg, mi ez a BSPVM. Nézzük meg, hogyan nézi meg az ember azt, hogyha valamit szeretne. Első körben természetesen felmegy az oldalra, vagy a Google-ba megkeresi, hogy BSPVM, és megkapja a saját oldalát. Nézzük meg, mire fordította le a Google ezt az oldalt számomra. BSPVM egy csempézett ablakkezelő, amely az ablakokat egy teljes bináris fa leveleként ábrázolja. Na, hogyha ezt valaki alapismeretek nélkül, kipróbálás nélkül lefordítja, hát annak bizony nagyon-nagyon nagy esze van, mert én először el se tudtam képzelni, mi az, hogy bináris fa képébe képezi le az ablakokat. Hát majd megnézzük, megnézzük, hogyan működik alapesetben, és hozzáteszem, és azért tetszik nekem ez a rendszer, mert agyunk konfigurálható, azaz, hogyha véletlenül ez az elképzelés, ez az ablak kezelés nem tetszik, pici kis módosítással másféle kép is át tudod állogatni. A következő az, hogy csak X eseményekre reagál az üzenetekre, amelyeket egy dedikált foglalaton keresztül fogad. Na hát ezt lefordítom nektek angolról, magyarról, magyarra. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy mesztelen felületet kapsz, ami egyetlen egy feladatot fog ellátni, egyetlen egyet megjeleníti neked az ablakokat. Nem lesznek keretek az ablakhoz, olyan keretek, olyan x-ek, vonalak, egyebek, mint amit például itt látsz, kicsinyítem, nagyítom meg egyebet, csinálok egeret, hanem csak egy mesztelen ablak lesz, ahhoz hozzá lehet társítani megfelelő színű vastagságú keretet, de hát az egy másik téma. Tehát nehogy azt gondolt, hogy kapsz egy jó-jó, azt mondta Laci, hogy hát egy kicsit szerényebb kivitelű, egy kicsit egyszerűbb, egy kicsit terminálhoz jobban hasonlító dolog, de azért majd itt lesznek olyan mindenféle, amit megszoktam a KDE-be. Nem, ez egészen más, és ezt meg kell egy kicsit ismerni. A másik gondolat az, hogy a BSPVM nem kezelő billentyzetet vagy a mutató bemeneteit harmadik fél programja kell neki ahhoz, hogy na hát ez egy kicsit megtévesztő. Természetesen a billentyűd a egered működni fog, csak nem ő fogja kezelni, tehát gyors billentyűket, meg egyebeket nem maga a keretrendszer, a ablakkezelő fogja kezelni, hanem megfelelő programokat fel kell tenni. Ezért is mondom, használj te olyan eszközt, olyan disztribúciót, ami már beállította ezeket a dolgokat, már nulláról ismeret nélkül, természetesen nagy keservel el fogsz menekülni. De hogyha egy jól beállított rendszert kapsz, és azt kipróbálod, akkor már van lehetőséged ezt megszeretni. Természetesen Hova megy másodszor az ember a saját honlapjáról a programnak? Hát persze megnézi az Ashwikit, hogy ő bizony mit ír róla. Konkrét, nagyon jó leírás fogsz ehhez kapni, át kéne tanulmányozni mielőtt nekiugorsz valaminek, és utána már egész jól úgy elképzeled, hogy miről is beszéltünk. Tehát megbeszéltük azt, hogy mi az, hogy csempéző, tilling, így írják, tilling, window manager, így írják angolul, bizony ez egy nem megszokott KDE-től az open ig terjedő, ablakkeretes kis X-es egyéb lehetőség, hanem ennél sokkal puritánabb, ami bizony egy kis ismereteket igényel. Azt is megbeszéltük, hogy ehhez azért nyilvánvalóan, mivel ez csak egy ablakkezelő, és nem annyira ablakkezelő, mint az Openbox ennél sokkal puritánabb, szikárabb, ehhez bizony egyéb programokat is fel kell tenni. Hogyha ilyen egyszerű, meg különben is eddig elveszélgettünk arról, hogy hő, de egyszerű, aztán itt mennyit kell tanulni, miért használják az emberek? Miért? Nem tudom, hogy miért használják az emberek, én csak sejtem, hogy nekem miért lenne jó, és miért izgatja a fantáziámat azért, mert gyors. Én feltettem natívba is, tehát telepítettem is, feltettem virtuálboxba is, hiszen azt láttátok, a magyar ácsot, és azt vettem észre iszonyat gyors. A gyorsaság abból adódik, hogy kicsiny. És nem foglal sok memóriát, nézzétek meg, egyszerű és alig fogyaszt memóriát. Itt van a kép. Nem hazugság, itt van előttetek a kép, amit én kimentettem, nem retusáltam, Nézzétek meg, hogy mekkora és milyen iszonyat mennyiségű memóriát fogyaszt. Hát bizony, legyünk köszinték az én alaprendszerem, amit openbox al raktam össze. Jó, abba sok minden elindul menet közben, de az 800 mega környékén van. Ez pedig ott van az érték. Olvasd le és vesd össze, ha neked van 2 vagy 4 gigabájtos memóriád. És úgy gondolod, hogy hát bizony azért mégiscsak szeretnéd azt használni, akkor nem biztos, hogy a legnagyobb, legszebb és a legtöbb effektust tartalmazó ablakkezelő asztali felület lesz a kedvenced, hanem egy szikár, kis energia igényű, egy gyorsan működő, egyszerű eszközt kellene feltenni, hiszen kevés energiát, kevés memóriát, kevés tárhelyet fog elfoglalni, ami tévít, és erre nagyon figyeljetek, idáig mindig arról beszéltem, hogy hasonlít a terminálhoz, és mindenhol azt olvasod, és én is említettem, hogy a billentyű kombinációkat külön program fogja intézni, mert hát igazából ez egy kicsit más, de egy tévhit van ezzel kapcsolatban az összes csempéző eszközzel kapcsolatban is. Ezt el szokták mondani, hogy hát ott nincs egér fenét, van egér. Tehát az egeredet tudod használni, és a másik, itt is van panel. Hiszen látjátok a képet, ami egy panelt is ábrázol, a polibár nevű panelt, éppen ezt tették föl azok a szakemberek, akik a magyar ácsot tették, de hát igazából valljuk be, más panelt is lehet hozzá használni. A másik, hogyha már van egér, akkor nehogy azt gondolja senki, hogy bizony a grafikus programok nem futnak. Tehát akármilyen puritánnak tűnik ez az egész, az összes programot futni fog. Az összes programot futni fog, meg tudja jeleníteni. Tehát ez nem arra való, hogy egymás mellé kirakjál, mint ahogy sok helyen mintának csinálják, 19 akárhány darab terminált, és aztán hű, de jó. Ez bizony alkalmatos, normál ablak kezelése is, azaz a grafikus programjaid egyértelműen pontosan ugyanúgy fognak működni, mint az előzőekbe esetleg KDE, vagy XFCE, vagy Openbox, vagy Mate, vagy Gnom, remélem nem hagytam ki egyetlen egy fontos se, alatt egyértelmű, amiben ott és akkor, amikor akarsz és kell, egeret is tudsz használni. És ami nekem nagyon kellemes, nagyon kellemes, kezeli a több monitoros rendszert is. Alapból lekezeli, tehát be tudod állogatni úgy, különösebb macera nélkül, hogy 2, 3, 4, 5, akármennyi monitort kezeljen. Egyértelmű, tehát nem leszel hátrányba azzal szemben, aki mondjuk XFC-et használ, és ő meg tudja jeleníteni a monitorán a Gimpet, vagy az inkscape et vagy a KDN Live-ot, és te meg nem. Egyértelmű, ugyanúgy tudod használni a programjaidat, azt hiszem, ez kár is volt említeni, de igen, voltak ilyen kérdések. Utána olvasgattam, engem is érdekelt, és igen, vannak ilyen kérdések, hogy bizony, működnek-e a grafikus felületű, grafikus programjaim, hiszen ez, az, ez csak terminálokat dobál elő, ahogy mutogattátok, hát nem így van. A konfigurálása szöveges, ismétlem a konfigurálása szöveges, így érdemes egy előre bekonfigurált és támogatást is adó disztribúcióval kezdeni. Azaz, hogyha fent van neked mondjuk egy ársrendszer, rendszer, és hát te ki akarod ezt próbálni, ne azzal kezd, hogy fogod, és átlépsz, telepítesz egy BSPVM-et, mert akkor semmi konfiguráció nincs úgy beállítva, hogy kényelmes legyen. Én írtam a blogomba egy cikket, hogy a magyar ácsnak a config fájlait, hogy el tudtam belegyömöszölni az én ács rendszerembe, teljesen jól működnek. Vagy tedd fel VirtualBoxba a rendszert, mondjuk a magyar ácsot, és és próbált ki, illetve hogyha van üres tárhelyed, vagy másik géped, akkor natívan is tedd fel, nézd meg, próbált ki, ne úgy, hogy üres, semmi, fekete képernyő, és három másodperc alatt elmegy az élettől a kedved, hogy ilyen hülyeséggel te soha többé nem fogsz foglalkozni, mert nyomtál te minden billentyűt, jobb egérgomb, bal egérgomb, még a mikrofont is megráztat, hát ha azzal indul, nem, itt bizony a konfigurációra nagyon oda kell figyelni, és ezt a nagyon oda kell figyelni, nagyon kell tudni, mit, hol kell beállítani, ami nem bonyolult, hiszen egyszerű szövegfájlok azok, amiket szerkeszteni kell, de hagyjuk meg szakemberek. Beállogatják, megnézed, örülsz neki, és ha tetszik, megmaradsz, ha nem tetszik, nem maradsz meg ezen a rendszeren. Tehát ne vágjuk el alapból azzal, hogy mi próbálunk nulláról építkezni a lehetőségeinket. Hát, kezdjük is el, és nézzük is meg, miről is beszéltem. A rendszer indítása után általában egy üres képernyőt, vagy egy-egy polibárt, vagy egyéb olyan eszközt kapsz, amit a konfigurátorok, a disztribútorok neked összekészítettek, mivel ez a magyarácsnak a rendszere lényegében nagyjából ugyanazokat a billentyűket szoktuk használni, illetve fogjuk tudni használni, hogyha azt tettük fel. Nem teljesen így néz ki, mert én háttérképet, egyébeket nem szoktam főrakosgatni próbaként. Hát első körben nézzük is meg, hogy mi az, hogy csempéző, ablakkezelő. Ez a leírásból már ott, hogyha valaki végignézte, fél után elkezdte azt is nézegetni, már egyértelműen kiderült, nézzük is meg, hogyan csempézzük tele ezt a képernyőt. Van egy olyan billentyűnk, hogy Windows. Ez a Windows képét mutató kis billentyű, van ahol Supernek hívják, van ahol Windowsnak, én össze-vissza fogom hívni. Lenyomod ezt, és lenyomod az Entert, kapsz egy egy darab ablakot. Ezt nem nagyon csempészik. Tegyünk hozzá még egyet. Kettőt kapsz. Megfelezi a beállításokat, és egyiket, másikat elrakosgatja. Csempénszük tovább. Ugyanígy még egy ablakot megnyitunk. Ez legyen a harmadik, a negyedik. Tehát már értjük, mi az, hogy fa rendszerbe, csempézibe van a törzse, ez az első. Hogyha az ketté ágazik, két fele megy. Ha megint megnyitsz egy programot, akkor az az utolsó program ablakát fogja kettéosztani, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ott lehet látni, én még nem próbáltam ki, hogy mennyi mélységig lehet, hiszen ott a legkisebb, az a fehér kerettel ellátottba nem nagyon fogok én tudni dolgozni. Azt hiszem ez így egyértelmű. Most kezdjünk el becsukokadni dolgokat. Az aktív ablak, ami jelen pillanatban fehér keretű, azt úgy csukod be, ezen a rendszeren, hogy Windows Q, tehát quit, megint kilépsz, megint, megint, és láthatóan becsukódik az az ablak, hogy egy kicsit megdöntsem azt az elképzelést, hogy itt bizony nem lehet, még véletlenül sem lehet, olyan programot használni, ami a grafikus megjelenítést használja, és grafikus és jó. Én ennek örömére megnyitom például a Ctrl j programot, ami nálam a Joplinnak a megnyitása, és látható jó picibe megjelent a Joplin. Most ne törődjünk avval, hogy az pici vagy nem pici, lényeg egy grafikus programot is meg lehet jeleníteni. Nem kell megijedni attól, hogy egy grafikus program nem fog működni, nem tudja megjeleníteni, természetesen meg tudja jeleníteni. A következő gondolat, hogy ezek közül te hogyan tudsz már lelőtem a point, azt hiszem, láttátok, hogyan tudsz ablakot váltani. Tehát az, hogy ő legyen az aktív, hát egyszerűen oda az egeret. Ha pedig mégsem nem akarod az egeret odavinni, akkor is meg tudod oldani a léptetést billentyűzetről, hiszen itt minden billentyűzetről, ha be van állítva, tudod vezérelni, megnyomod a windows megkeresed a H, J, -K -L billentyűket, és ezekkel tudsz léptetni, próbált ki, H-val tudsz el visszaléptetni, az lk val le föl. tehát ki kell próbálni, ez a VIM-nek egy szövegszerkesztő profi, de nem nekem való szövegszerkesztőnek a navigálós billentyűi, tehát ezeket szépen tudjuk használni, egy kis gyakorlás kell, hogy odaléptes, ahol éppen akarsz, de gyakorlatilag én azt mondom, hogyha a kezed ott van a billentyűzet fölött, nem kell az egérhez menni és kiválasztani azt amelyikbe te irogatni akarsz mert én most ide akarom elindítani az akármilyen programot, mondjuk a hátoppot akkor nem kell odamenni, egért megfogni, oda irányítani és egyéb, hanem egyszerűen a négy funkció irányító billentyűvel tudod, és ezen a rendszeren a Windows billentyű lenyomásával tudsz így lépkedni. Picikek és gyakorlat, higgyétek el nekem, persze természetesen az első 5 percben nem fogjátok érezni, de villámgyorsan meg lehet-e szokni. Mi a következő dolog? Hát jó, van egy monitorod, de én megszoktam XFC alatt, hogy annyi asztalt csinálok, amennyit akarok. Természetesen itt is van lehetőség asztalok definiálására gyakorlatilag összesen 9-10 asztalt tudsz definiálni a váltás között a magyar árcson, vagy lehet, hogy a többin is, de azokat nem próbáltam, az úgy működik, hogy lenyomod a szupert, és az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-es billentyűt, és így tudsz asztalok között váltani, villámgyorsan fog menni. A program átrakása egy másik asztalra úgy történik, hogy kijelölöd az adott programot, lenyomod a Windows, a Shift-et, és egy számot átrakjuk ezt a másik asztalra, ő legyen mondjuk a négyes asztalra, és látható átkerült a másik asztalra, ami nekem a másik monitorra van ki irányítgatva, és itt lehetett azt látni, igaz, azt láttuk, hogy mivel egyik ablak átkerült egy másik asztalra, nekem az a másik monitoron van, az bizony a többi elfoglalta annak a helyét. Rakjuk ezt is át egy másik asztalra, legyen a hetesre átrakva, és át is raktuk, felszabadult egy csomó hely. Azaz, vegyük észre. Három funkció az, ami számunkra fontos. Meg tudunk nyitni akármennyi ablakot, ami itt megjelent, mondjuk nálam három jelent meg. Meg tudod adni, hogy melyik asztalon legyen, és azok között tudsz váltogatni. Idáig minden, azt hiszem, egyszerű. Ehhez megvannak a funkció nyilvánvalóan, és hogyha véletlenül nem tudnád, a magyarás nagyon jól megcsinálta, hogy a Windows F1-re egy sugót kapsz navigáció a rendszeren belül. Hát bizony, ez nekem most nem kell, nem szeretném elolvasni, becsukom. Másik nagyon kényelmes dolog, hogy lenyomod a Windows-t és az et és kapsz egy sugot. Az összes általuk, illetve már általam is összerakosgatót, gyors villentyűt kilistázza. Egyik cikkembe értem ennek a parancsonak, elég bonyolult, parancsornak a hátterét, illetve a képletét, parancsorát, hogy így meg tud oldani, nézd meg, ha én azt mondom, hogy a Super Plus G-vel meg szeretném nyitni a gimpet, akkor becsukom ezt az ablakot, és mit kapok? Megnyomom a Windows-t, és a g és a gimp megnyílik. Látjátok, milyen szépen megnyílik, és berakta magát odalva kell, és a kettő között tudok váltogatni. Oké. Okay. Programok közti váltás, ablakok közti váltás működik, asztalok között is tudunk rakosgani. Hát bizony, valljuk be, képet szerkeszteni, hogyha ez a 27. megnyitott ablak, hát bizony Isten nem egy kényelmes lenne itt, igaz? Hát jó lenne ebből valami nagyot csinálni. Azaz, hogyan tudjuk az ablakoknak a méretét egy kicsit megváltoztatni, és esetleg az összes ablakunkat teljes képernyővé tudjuk kihúzni, vagy ilyenre akarjuk, vagy lebegővé szeretnénk tenni. Erre is van mód. Mert háromféle ablak található van a teljes monitor, a csempézet ező és a lebegő. Ezek között a super space. Super space-szel tudsz váltani. Azaz, ide megyünk, super space, és akkor van az, ami ki jelölve. Lebegő, Super space a kijelölt kinagyítható, Super space vissza tudsz menni, azaz nézzük is megmondjuk a kedvenc gimpünket, kinagyítjuk, és már működik, illetve hogyha akarjuk, az előbbi volt a lebegő, ez pedig a teljes mérettel tudunk dolgozni. Látjátok, itt nincsenek azok a megszokott x-ek meg egyebek, hogy be tud csukni. Ha a gimpel végeztél, elvégezted a munkát, minden funkció működik, tehát a fájt meg tudod nyitni, tehát működik egérrel minden, ezt már megbeszéltük, ha végeztél a munkával, hát itt vagy megkeresed, hogy file és a kilépés, vagy pedig a Super Windows billentyű és a gét lenyomod, ez nagyon kényelmes az összes nyitott ablakot, mármint ami aktív, az be tudod zárni a Super G-vel, Windows gével vel és akkor el fog tűnni. Nézzünk is meg egy másikat, őt szeretném például nagybalátni. látni, Super Windows, hívjuk úgy, és akkor ütlegeljük odáig a Space, így megy körbe, hogy lebegő, tehát az a pici ott középet, egész, és utána össze természetesen a megfelelő csempézetre, azaz menjünk a csempézés közé, és nézzük is meg, hogy hát bizony jó, jó, van kicsi, van kinagyított, meg van ez a csempézés. Természetesen az ablakméretnek nem háromféle verziója van, hogy van ez a csempézet, van a lebegő, és van a harmadik, hogy a egész képernyő, hanem te szabályozod egy-egy ablakméretnek a szélességét és a magasságát. Nagyon egyszerű a szabályozás, hiszen megnyomod a Ctrl és a Windows billentyűt, megnyomod az L betűt, az egyik irányba megy, majd elengeded a Windows billentyűt, a Ctrl Alt-ot lenyomod, és a H-val tudod mozgatni. Ugyanígy működik egyébként a föl-le mozgatás is, tehát szépen be tud szabályozni úgy ablak arányokat, ahogy számodra éppen kényelmes. Összefoglalva van háromféle ablak típus, a levegő, az egész, meg a csempézet. A csempézetet természetesen magad tudod állogatni, hogy milyen arányba legyen. Egyébként a konfigurációs fájba ezt még lényegesen egyszerűbben is be tudod állítani, mármint az, hogy hogyan nyíljanak meg, milyen arányokba, vagy milyen sorrendbe, hol feleződjenek, a területek. Nézzünk is meg egy olyat, hogy egy lebegő ablak. A lebegő ablakot nyilvánvalóan nem fogod tudni egérrel odépiszkálni. Ennek örömére lenyomod megint a kedvenc billentyünket ami természetesen a Windows és a nyíl billentyűvel tudod te ezeket oda rakosgatni, ahova szeretnéd, és még ki is tudod tüntetni a két monitor Szélénél, és akkor szépen átmászik időzelbe a másik monitoromra. A, már említettem, hogyha valamit be akarsz csukni, akkor a Windows Q billentyűt tudod lenyomni, és utána be fog csukodni. Oké, nagyjából átéreztétek, hogy milyen lehetőségeket kapunk. Ahogy látni, természetesen a grafikus felületű programok is működnek, erre már többször kitértem, ez valóban egy olyan félelem, egy ilyen csempézős eszköznél, hogy ez csak terminálokat nyit, és arra van, hogy az összes asztalon, az összes monitoron és az összes nyitott dolgok terminálba tudjál megcsinálni. Természetesen, hogyha te fogad magad, és a megfelelő billentyű kombinációkat leütögeted, mármint be vannak állítva neked, akkor nagyon szépen meg fog jelenni az összes olyan működőképes és megszokott dolog, amit te megszoktál, és utána már csak kérdés az, hogy éppen melyiknél nyomkodod le a Windows és Shift gombot, és melyiket nagyítod ki, és hogyan lépked közöttük, hogyha éppen öt szeretnéd, én mindig egérhez nyúlok, annyira megszoktam, hogy nem a billentyűről, hanem egérrel váltok, na mindegy. Tehát utána, hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd mondjuk a rögzítőt nagyba látni, akkor odaléptetsz hozzá, és megint kinagyítod, ahogy neked tetszik. Tehát nem félünk attól, nem félünk attól, hogy nekünk kényszerből, hát bizony le kell mondani valamilyen programról azt azért vegyétek észre, és amit mindig mondok, hogy fent nem lesznek a megszokott kis ikonkák, amivel össze tudod nyomni, háttérbe küldeni, összegörgetni, akármi, becsukni, ez bizony billentyűről lehet megtenni. Amit még mindenképp szeretnék megmutatni, bár lehet, hogy nem csak a magyar árcson van így, bár szerintem mindenhol be lehet így állítani, ha megnyomod a windows és az F2-t, akkor megjelenik egy választási panelod, azaz be tudod tallozni azt a konfigurációs fájt megnyitása, szerkesztése, ez neked éppen affinitásod van, amit éppen szerkeszteni kell, vagy szeretnéd. Hát nézzük meg, hogyan néz ki a BSPVM-nek a saját konfigurációs fájla, leenterezzük és megjelenik. Természetesen biztosan, hogy biztos, biztos a másik monitoron jelent meg, de hát egy billentyű kombinációval én át tudtam állítani. Nézd át! Nem kell beleírni, nem kell semmit csinálni. Egyetlen egy dolgot nézz át. Sima szövegfájlok. Minden úgy néz ki, mint egy szövegfájl. Azaz vannak bejegyzések, vannak benne különböző szabályok, amik jól le vannak írva. És azt is néz meg, természetesen, hogy igazából nincs semmi bonyolítás. Sima, szép, egyszerű fáj. Azt nem mondom, hogy úgy születtél, hogy ezt szerkeszteni tudod, de természetesen tudod szerkeszteni. A másik gondolat, amit szeretnék bemutatni, és természetesen a szívem csücske, hogy ez így működjön, hogy gyorsan megkeressük egy régebbi bejegyzést. A tint kettes panelomat el szeretném indítani. Nyilván, hogyha valaki a tintkettes panel szeret és nem ezt a polibár szerűséget, annak is van lehetősége azt indítani, oké, én most terminálból indítom, de itt is megvan annak a lehetősége, különböző helyeken hozzáteszem, hogy bizony elindíts egy akármilyen felületet, eszközt vagy valamit, azaz lehet látni, itt van nem hazugság, nem átverés, ott van a 2-es panel, és én gyorsan megnyitok pár egyéb ablakot, hogy látni lehessen szépen megmarad. Ha megnyitok egy ablakot, akkor nem a tint kettesemet toládozza, elcsukja be, vagy egyéb a megnyíló ablakok, hanem azt a helyet használják ki, megfelelően intelligenset, amit a tint kettes panelom meghagyod nekik. És ez az egyik olyan indok számomra, hogy bizony én ezt az eszközt, hát nem csak úgy tekintek rá, mint egy akármi, hát jó, persze, érdekes, hanem egy potenciális lehetőségre. Miért? Mert billentyű kombinációval mindent el tudok indítani, mindent tudok variálni vele, egerem működik, mert hogy öt szeretném éppen aktívvá tenni és kinagyítani billentyű kombinációval, akkor az úgy működni fog, ha be akarom csukni, becsukom billentyű kombinációkkal, és ez működik becsukodott a tint kettes panelom is, de hát lényegtelen, tehát működik, billentyűt is tudok használni, egeret is, és a megszokott, általam valóban megkedvel tintkettes panelt hasonlóképpen használhatod, bár szerintem ide fölösleges, hiszen a polibár és a tintkettes panelok az bőven kiváltják, de használhatod az XFCN4-nek a saját paneljét is. XFCN4 panel, most ebből indítok, és és itt van egy alapbeállításos kis panelka, amire, hogyha te rákattintasz panel beállításai, és ugyanúgy tudod konfigurálni ezt a panelt, mint máshogy. Én azért nem állítottam be, hiszen ismeritek, hogy én nem ilyen panelt használok, hanem az egy kicsit bekonfiguráltat. Hát bizony azért nem állítottam be, mert természetesen akár a Tint 2 panel, akár a polibár ezen nekem kielégítő lesz. És mivel elindul a tint panel. Nekem már ott van menüm, igaz? Nézzük is meg, hogy nekem van menüm, ezt, ezt becsukjuk, és visszakeressük az előző tint panelomat, és látható, van menü, természetesen menüből indíthatok akármit, indíthatok akármit, mindjárt elindul, és leokézzük, természetesen elfoglalta, mivel egy egész, nyitott ablak volt, mellé elfoglalta azt, ami hát szokott, mert fa és utána én ki is tudom nagyítani, és tudom használni. Azaz itt nagy lehetőségek vannak a saját fantáziád, saját kényelmi szintennek való, hát konfigurálásnak. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, nagyjából ennyit szerettem volna elmondani,